Azt gondolom, hogy idén is kiemelkedően érdekes és érdekfeszítőek voltak az Upgrade Kongresszen lévő adások, amiken eladhattam, illetve én is részt vehettem, és azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan jövőben is ez várható, úgyhogy jövőre is itt leszek. Döbrentei Zsolt vagyok. Alapvetően esztétikai szemléletű fogorvosként dolgozom. Mai nap folyamán adtam elő még hozzá átgondolt tervezés, precíz kivitelezés címmel az esztétika és az endodoncia előadás kongresszus keretein belül. Az előadásom választásakor nagy dilemma volt igazából, mert általában életrestaurációk tartalommal szoktam adást tartani, főleg anterior dolgokra fókuszálva, és úgy voltam vele, hogy célszerű lenne valami formabontót tőlem kevésbé vártat hozni, és azt gondolom, hogy a munkám folyamán komplexebb esetek megoldásakor szükség van, hogy indirekt munkákat technikussal együtt működve hozzak létre eredményeket, és ezek viszont szerintem a siker azon múlik, hogy az átgondoltság milyen mértékben van meg, illetve hogy a tervezés lépésében elülássuk az, hogy mi lesz a végeredmény. Egyrészt páciens szempontból is azt szerintem egy biztonságot, hogy tudja, mire fog vállalkozni, illetve orvosként is tudjuk azt, hogy milyen protokollokat kell követnünk, és azáltal a végeredmény az szinte garantálható a kezelés elején, illetve hogyha valahol kisodródna a mederből, tudjuk azt, hogyan lehet ezt akkor visszarántani a helyére. Igyekeztem azt átadni, főleg a mai nap folyamán, hogy az átgondoltság, a tervezés, ami a legfontosabb így az ilyen komplexebb dolgoknál, tehát tudjuk azt, hogy milyen lépéseket, milyen stációkat érdemes követni, hogyha ezeket betartjuk, akkor valószínűleg sikerhez jutunk el, illetve főleg ez az, hogy ne csak kezdjünk bele a munkába és lesz egy végeredménye, hanem elejétől kezdve lássuk azt, hogy mi a vágy, mit szeretnénk elérni, és igazából ha egy szóval mondanám, akkor a tervezés. A címe is szerepel, tervezés, átgondoltság. Szerencsém van abban, hogy tavaly is meghívtak előadóként, és elvileg a sikere volt tekintettel idén is volt lehetőségem szerepelni, mint előadó is. Részvevőként pedig rengetegszer voltam még korábban, amikor fiatal pályakezdő orvosként voltam itt, arról is vannak emlékeim, aztán volt néhány, amikor kimaradt a Upgrade Kongress, mint rendezvény, csak a Dental World volt, és nagyon pozitív volt az elmúlt években, hogy láttam, hogy ennek is van létjogosultsága, sőt, talán fiatalosabb, lendületesebb, és olyan előadókat is megismerhetek, akiket előtte nem hallottam róluk, és érdeklődés is óriási, tehát szinte minden adás, ami részt vettem most, teltházas volt, aktívak voltak részvevők, tehát maximálisan azt mondom, hogy pozitív, lendületes és érdeklődő légkör vett körbe. Legtöbb adásnál inkább megerősítést kaptam a munkám folyamán lévő dolgokban, de mindenképpen egy motivációt ad abban, hogy érdemes ezt csinálni, mert a minőség az nagyon magas szinten van. Azt gondolom, hogy minden évben friss, új lendületet hoznak az előadók, érdekesek a témák, a legújabb tudásokat tudja integrálni, akit részt vesz rajta, tehát igazából anélkül, hogy valaki utána menjen minden egyes témának, elég jó összefoglalásokat kaphat ezekből a témákból, tehát egy nagy merítést kaphatunk kreatíve rövid idő alatt. Azt gondolom, hogy idén is kiemelkedően érdekes és érdekfeszítőek voltak az Upgrade Kongresszen lévő adások, amiken eladhattam, illetve én is részt vehettem, és azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan jövőben is ez várható, úgyhogy jövőre is itt leszek.